Sziasztok, Németh Gábor vagyok, és ma megmutatom nektek az egyik leglátványosabb kártyaátváltoztatást. Tartsatok velem ma is! Ez a mozdulat a Snap Change. Ez az egyik leglátványosabb kártyaátváltoztatási módszer. Nézzük, hogy néz ki. Erre a mozdulatra hatványozottan igaz az, hogy olyan, mintha egy csettintésre változna meg a kártyalap, ugyanis itt valójában egy csettintésre változik meg a kártyalap. Ez a kártyazőkhöz nem kell egy egész csomag kártya, elég csak két darab kártyalap. Az a lényeg, hogy a két kártyalap minél inkább különböző legyen, mert így sokkal nagyobb lesz a hatás. A két kártyalapot először is el kell egyengetni, úgyhogy egy kártyalapnak tűnjön. Majd a rövidebbik oldalánál kell megfogni a kártyalapot. Ajánlatos azzal a kézzel csinálni a trükköt, amilyen kezes vagy, én jobbkezes vagyok, tehát jobb kézzel fogom csinálni. A jobb kezemnek a középső, illetve a hüvelykujját fogom használni. A rövidebbik oldalának a szélét, nagyjából középen, odaillesztem a középső ujjamnak ehhez az ujjhajlatához. Majd ráfogok, illetve megtámasztom hátul a hüvelykujjammal. És ami valójában történik, az egy csettintés. Az történik, hogy a középső ujjammal, mutatom oldalról, az történik, hogy a középső ujjammal az első kártyalapot elkezdem hátrafelé húzni, míg a hátsó kártyalapot elkezdem tolni előre a hüvelykujjammal. A hüvelykujjammal a hátsó kártyalapot előrefele tolom úgy, hogy ez hozzá fog érni és beleütközik a mutató ujjamba. A középső ujjammal pedig hátrahúzom a hátsó kártyalapot úgy, hogy ez megtámasztódik majd a hüvelykujjamnak az alján. Még egyszer. Az első kártyalapot a középső ujjammal elkezdem hátrafele húzni, miközben a hátsó kártyalapot tolom előre a hüvelykujjammal. Az első kártyalap az beérkezik ide a hüvelykujjam alá, a hátsó kártyalap pedig előre kerül és megállítja a mutató ujjam. Ha ezt gyorsan csináljuk, akkor szemből valahogy így néz ki. Erre a mozdulatra hatványozottan igaz az, hogy szögérzékeny. Ez azt jelenti, hogy nem minden oldalról néz ki ugyanúgy ez a mutatvány, mint ahogy azt te szeretnéd. Tehát például innen nem ugyanazt a hatást fogja kiváltani, mint ha valaki szemből nézi. Nyilvánvalóan, aki oldalról látja, az is meg fog tapsolni, hogy egy hihetetlenül bonyolult mozdulatot csináltál, csak valószínűleg nem ugyanazt a célt érod el, mint a szembe lévő nézőnél. Tudnod kell a nézőket kezelni, hogy hol álljanak. Az a jó, hogyha azzal a kézzel, amivel csinálod, tehát ez esetben én jobb kézzel, akkor a nézők lehetőleg egy picit jobb oldalt állnak, mert akkor a karom is takarni fogja a kártyalapot. Az optimális szög pedig az, hogyha a kártyát pontosan nézővel szemmagasságba szemből mutatod. Mivel ez a mozdulat ténylegesen egy csettintés, ennek van egy hangja. Ha ezt a hangot szeretnéd valahogy elmismásolni, akkor az nagyon jó ötlet, hogyha például a másik kezeddel úgy teszem, hogy megpöckölnéd a kártyalapot, mert azzal tudod a hangot legitimizálni. Akkor ez valahogy így néz ki. Ezáltal sokkal hihetőbb az, hogy ez a pöckölés adta meg a hangot. Sőt, egyébként ami még jó ebben a fajta előadásban, az az, hogy a másik kezed is takarja, tehát egyre nagyobb szögbe tudják nézni a nézők, illetve azáltal, hogy megpöcköld egy picit, adsz egy kis plusz energiát a kártyának, és sokkal könnyebben tud előre menni. Amire vigyázni kell nagyon, hogy a kártya, amelyik hátrafele jön, azt minél jobban be kell tudnod fognod ide, mert hogyha egy picit más irányban van a kamera, vagy más irányból nézik a trükköt, akkor nagyon sokszor itt szemből látszik ki. Tükör előtt rengetegszer el kell gyakorolni ezt a trükköt, mert hogy nagyon-nagyon szögérzékeny, és nem akarod elrontani ezt a mozdulatot, mert annál sokkal erősebb ez az effekt. Ha tetszett nektek ez a rész, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Facebookon és Instagramon egyaránt. Ha van bármilyen kérdésetek, akár ezzel a mozdulattal, akár bármelyik másikkal, amit már tanítottam, írjatok a hivatalos Facebook oldalamra. Én Németh Gábor vagyok, sziasztok! We'll be right back.